Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Harmatozzatok egek onnan felülről, ti felhők hullassátok közénk az igazat, nyíljék meg a föld és teremje az üdvözítőt. Szent misét idős Szakói János lelki üdvéért mondjuk, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, érem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Istenünk, Te úgy akartad, hogy örök igéd az angyali üdvözletkor a boldogságos Szűz Mária méhében testet öltsön. Könyörögve kérünk, hogy mi, akik őt Isten anyjának valljuk, közben járására mindig segítséget nyerjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Népen figyelj, az Úr beszél. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet és én idézem elő a balsorsot is. Én az Úr viszem ezt végbe mind. Harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felhők hullassátok az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje az üdvösséget, és sarjadjon vele igazságosság is. Én az Úr hozom ezt létre mind. Így szól az Úr az egek teremtője. Ő az Isten, aki alkotta és formálta a földet, aki fönntartja, aki nem hiába teremtette, hanem azért alkotta, hogy lakjanak rajta. Én vagyok az Úr, és senki más. Nem, de én vagyok az Úr. Nincs más Isten én rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincs kívülem. Térjetek hozzám, és megszabadultok minden határai a földnek, mert én vagyok az Úr, és senki más. Önmagamra tettem esküt, igaz beszéd hagyja el ajkamat, meg nem hiúsuló ige. Előttem meghajlik minden térd, és minden nyelv én rám esküszik. Ezt mondják majd. Csak az Úrban van üdvösség és erő. Hozzátérnek megszégyenülve mind, akik ellene lázadoztak. Az Úrban igazul meg és dicsőül meg Izrael minden ivadéka. Ez az Isten igéje. Istenben legyen. Harmadozzatok egek onnan felülről, és ti felők hullassátok közénk az igazat. Harmadozzatok egek onnan felülről, és ti felők hullassátok közénk az igazat. Harmadozzatok egek onnan felülről,
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben keresztelő János magához hívatta két tanítványát. Ezzel a kérdéssel küldte őket az Úrhoz. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? A két férfi Jézushoz érkezve így szólt. Keresztelő János küldött minket, és kérdezteti, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig visszaadta szeme világát. Jézus tehát ezt válaszolta nekik, menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a holtak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Ezek az evangélium igéi. Kedves katolikus hívek, az Úristen mindig nagy léptékekben közli önmagát és építi fel az országát. Az első műve a természet, a második műve a kegyelem. A természet, amely gyönyörű, gazdag és mély világ, és a vele való érintkezésben megtermékenyül a lélek, a tudomány, a művészet és az élvezet szépsége fakad belőle. Lefoglaljuk a természet erőit, és felette való uralomra is törekszünk. De azért érezzük, a természet idegen és hideg az ember érzelmeivel szemben. Mintha más motivumokon épülne föl a mi erkölcsi világunk. Az én világom. Mindegy, kifejthetem a tehetségeimet és a természet erőit, mert ez az Isten gondolata. Beleépítem házamat, templomomat, kultúrámat, beleépítem a természetbe, és örülök az erőnek és a tehetségnek. Ugyanakkor tudjuk, a természetet Isten folytonos cselekvése tartja a létben, és az én lelkem is belőle nő ki. A legmélyebb gyökérszálával vele van összeköttetésben isteni, és ez mindig belőle származik. Ne maradjunk hát távol az ő tiszteletétől. Milyen tisztelet volna az, amely nem érti a közelségnek a titkát. Annak a közelségnek a titkát, amely megmutatkozik a természet felettiben is, amikor megérkezik Jézus és gyógyít. Megérkezik és gyógyít, és ezzel nem igazán keresztelő János, hanem sokkal inkább keresztelő János tanítványai számára igazolja, valóban ő a messiás, valóban ő az, akiről a próféták jövendőlései szólnak. Keresztelő János a tanítványai miatt kérdezteti meg Jézustól, hogy te vagy-e az eljövendő. Keresztelő János tanítványai talán egy picit féltékenyek voltak Jézusra, hiszen később lépett föl, de nagyobb tömeg követte őt, mint az ő mesterüket. Ezért is jelenti ki majd máshol keresztelő János, aki utánam jön, nagyobb nálam. És így már látjuk az Úrnak a második művét, a kegyelmet, az Istennek, az Atyának, az Úr Jézuson keresztül való érintkezését velünk. Mert ő vezet
az Isten ismeret és az Isten szeretet fokain felfelé. Kinyilatkoztatja önmagát, bár arca fátyol mögött marad. Mégis otthont akar közöttünk, és ebben is sok a fokozat különbözők, az érzékenyebb és a kevésbé érzékeny lelkek. De dolgozzunk a vele való személyes összekötöttségünkön. Építsünk otthont, mert az otthon nem a kövek, a falak, hanem az ember belső lelkülete és annak vetületei, az otthon szeretet, bizalom, béke, figyelem, szülők, testvérek, felénk mosolygó arcok, ebből áll az otthon. És ez már egyúttal az Isten országa, az Isten városa. Érezzük magunkat közel Istenünkhöz ebben a szent városban, becsüljük meg ennek az otthonnak a szellemét, a kegyelmet, és éljünk halálos bűn nélkül. Erre hív bennünket az üdvözítő, és erre hívta a híveit boldog Anasztáz. Mi így nem ismerjük, a ciszterci rendben így ismerik, Brenner Jánosról van szó. Brenner János, aki a ciszterci rendben Anasztáz néven tett fogadalmat, és ő volt az, akinek ezért a kegyelmies jellegű otthonért kellett meghalnia. Azért, mert azt hirdette, az otthonokban Krisztusnak helye van, és az otthont Krisztus teszi valódi otthonná. Egyébként valami éjjeli menedékhely lesz belőle. És ez az ateista állam számára elviselhetetlen volt. Ezért úgy gondolták, ha megölik ennek a szent otthonnak a munkását, magát az otthon tölik meg. Tudjuk, hogy nem sikerült. Brenner János az ő életével és halálával megdicsőítette azt, aki a természet és a kegyelem alkotója. Kérjük az ő imádságos közbenjárását, hogy a mi otthonaink, amelyek a természetre épülnek, megteljenek azzal a kegyelemmel, amelyet az üdvözítő mindjájunknak szán. Amen. Testvérek, az ószövetségi választott nép vágyakozó reménységével készüljünk az üdvözítő születésére, és kérjük bízva mennyei atyánkat. Töltsd el, Urunk, lelkünket hálával és imádással, fiad megtestesülésének titka iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts reménységünket, hogy elnyerjük szent ígéreteit teljesedését. Kérünk téged, hallgass meg. Add, Urunk, hogy alázatosan fogadjuk isteni gondviselésed rendelkezéseit. Add, Urunk, hogy hívő lélekkel várjuk szent fiad második eljövetelét is. Engedd, hogy az utolsó ítélet napján szent fiad jobbján állhassunk elhunyt András testvérünkkel együtt, akiért a szent misét felajánljuk. Mindenható Úrunk, Te azt akarod, hogy híveid szívvel, lélekkel törekedjenek az üdvösségre. Ott, hogy mindig ragaszkodjunk hozzád, és elnyerjük az örök életet Krisztus, a mi Úrunk által. Yeah.
imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, add, hogy oltárodra helyezett ajándékainkat szentelje meg az a szent lélek, aki isteni erejével Mária méhét megáldotta, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor szűz Máriát tisztelve, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogant egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással mondjuk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindjájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon.
te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Arnold generálisunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közöttünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Íme a szűz fogan fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el.
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Urunk Istenünk szent erejével formáljon át bennünket a mennyei eledel, amelyet magunkhoz vettünk. Ott, hogy mi, akik a boldogságos Szűz Mária emlékét hívő lélekkel ünnepeljük, eljussunk az örök üdvösségre, fiad megtestesülése által, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek.